A jó idő beköszöntötével megteltek a szabad strandok és a nyaraló övezet emberekkel a szelídi tónál. Idén is kiváló vízminőséggel várják a fürdőzni vágyókat, a tó jelenleg 24 fokos. A hetek óta tartó jó idő miatt a nagy strandon már elkezdték a jegyek árusítását. Június 1-től a strand üzemkész állapotban várja látogatókat, fürdőzőket. Természetes módon, hogy ettől a naptól a képviselőtestület döntés alapján ugye jegyet kellene szedni az intézménynek, de az időjárásra, az egyéb körülményekre tekintettel még hétköznap nincs egy szedés a szelídítón. A pünkösdi hétvégén már szedtünk jegyet, valamint az elmúlt hétvégén is, vasárnapi nap folyamán is. Viszont az iskola befejeztével már folyamatos a strand nyitva tartása, így várhatóan a jövő héttől már minden nap jegyet kell váltania annak, aki a strandon szeretne fürdőzni. A béletek és a délutáni belépők árai nem, viszont az egésznapos jegyek az idei szezonban 100 forinttal emelkednek, ám cserébe újításokkal is készülnek a fenntartók. A strand működéséhez szükséges infrastruktúrális felújításokat jegypénztárak tekintetében, maga zöldövezet tekintetében elvégeztük. Kiváló vízminőséggel rendelkezünk, hiszen a laboratórium a vizsgálatot elvégezte. Új szolgáltatásként napozó ágyak bérlete jelenik meg a strand területén az idei évben. Jó hír, hogy továbbra is ingyenes marad a parkolás a tó egész területén, de a strandolók mellett a horgászokat is várják a szelídi tóra. A telepítés megtörtént, igazából a mindenlátogató turisták mellett a horgászok is teljes mértékben igénybe tudják venni az összes szolgáltatásunkat, és örömmel mondhatom, hogy olyan fogás eredményekkel büszkélkedik az Egyesület az idei év eltelt napjaiból, ami a tavalyi évnek a duplázott mennyiségét jelenti, úgyhogy ezen téren is mindenkit várunk az idei évben is. A tónál nagyon jó szezonra számítanak az előzetes időjárási adatok és a számos szórakoztató program miatt egyaránt. A szállások foglalási adata is megerősítik őket ebben, hiszen az önkormányzat működtetése alatt álló intézmények foglalása már most 70%-os. Illetve a magánszállásbiztosítók által begyűjtött adatok és az idegenforgalmi adóbevallások alapján is emelkednek az ideérkezők száma.